Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Előre haladott állapotban van Dombóvár egyik központi terének áttervezése. A művelődési ház előtti területre Hajdan Makovec Imre építész is elkészítette a maga elképzelését. Az ismert építész hagyatékát őrző egyesület felvillantotta a lehetőséget a város előtt, hogy a makoveci tervek alapján alakítsák át a területet. Ez a dombovári művelődési ház előtti tér az, melyet Makovec Imre másmilyennek álmodott meg, mint amilyen a jelenlegi formája. A neves építész hagyatékát őrző is kezelőbizottság már járt a Dombováron, és elmondta, a kormányzat támogatja a Makovec tervek megvalósulását. A tárgyalások most újabb szakaszba léptek. Makovec Imrének komoly kötődései voltak a városhoz. Nagyon jó barátai, illetve barátja élt itt, Balipap Ferenc, aki hosszú évekig, sőt, talán évtizedekig a dombovári művelési háznak volt az igazgatója, a vezetője. És hát a barátság révén sokat volt is itt, és hát tervei is születtek, amiből volt, ami megvalósult, volt, ami nem. Legelső tervei közül való a dombovári hotel, amit ugye a gúny neve az is volt, hogy beton, ez úgy körülbelül elmond róla sok mindent. De aztán későbbiekben lakóházat is tervezett, ami felépült, és hát különböző tervek is készültek. Úgy került ide az alapítvány, hogy több viszonylag nagy volumenű dolgot tervezett Makovec Imre Dombóvárra, többek közt a művelődési ház előtti térnek a kialakítását. Ez sajnos nem valósult meg, és most fölmerült annak a lehetősége, hogy ez sok-sok évvel Makovec Imre halála után, vagy a tervei elkészülte után most elkészülhet. A folyamat úgy zajlik, mondja Kenényi Zsolt alpolgármester, hogy az alapítvány előkészíti a terveket, költségelik, majd a kormány elé kerül, akik évente egy alkalommal döntenek arról, mely elképzelés kap zöld utat abban az esztendőben. Ezek ősszel, késő ősszel, november-decemberben születnek ezek a döntések, tehát körülbelül itt decemberre derül ki, hogy a dombovári projekt azt támogatást kap-e vagy nem. Úgy érezzük mi a tárgyalások után vagy közben, hogy komoly esély van arra, hogy ez megvalósulhat. A városnak bizonyos dokumentumokat kell az alapítvány számára átadni, példaként közműtérkép, tehát hogy pontosan tudják, hogy hol mennek a közművek, mihez, hogyan lehet hozzányúlni, illetve egy geodéták által elkészített nagyon pontos helyszíni tervet kell nekik átadni. Ezt el kell készítetni, aminek ugye hát borzasztó precíznek kell lenni, hogy lejtések, stb. Szintezések, hogy mennek, mert ez alapján tudják ők teljesen elkészíteni a kész terveket. A tér jelenlegi állapota és a Makovec által megálmodott tér több ponton összecsengenek, és ezek szerepelnek az új elképzelésben is. Például a térnek a középpontja úgy néz ki, hogy ugyanott van, mint ahol vagy ahová Makovec Imre tervezte, illetve bizonyos sugárirányú utak is használhatóak lesznek, vagy hasonlóak lesznek. Ami nagy különbség lesz a jelenlegihez képest, hogy egy fából készült ívekből álló, hát nem is tudom, minek lehet mondani, ilyen térelemek lesznek elhelyezésre. Ugye vannak már róla látványtervek, vagy vázlatok, ugye ott lehet ezeket megnézni, hogy hogyan fog kinézni. Én azt gondolom erről, hogy ez több lesz, mint egy köztérnek a felújítása vagy átalakítása, ez kifejezetten művészeti alkotás lesz. Amennyiben a kormány bólint a dombovári beruházásra, a város költségvetését ez semmilyen módon nem terheli majd. Ha elkészül, Makovec Imre kevés városközponti terve közül valósulhat meg az egyik. És ez lehet a dombovári projekt előnye a többi tervhez képest. A szociális ellátórendszer mellett civilek is segítik a nehéz sorsú emberek ellátását. A Viharmadarak Egyesület az utcán élő embereknek nyújt mindennapi segítséget. Nehéz sorsú emberek töltik napjaikat a dombóvári összevont szociális intézmény nappali melegedőjében. Az intézmény közel 30 emberről gondoskodik melegétellel, egészségügyi ellátással, vagy legalább egy zuggal, ahol meghúzhatják magukat. Ám vannak olyanok is a városban, akik semmiféle ilyen segítséget nem fogadnak el. Többük évtizedek óta él az utcán, nekik nyújt támogatást a civil szervezet.
Az Egyesület 2009-ben alakult 11 fővel, eredeti célja katasztrófavédelmi jellegű tevékenységek ellátása a Dombóvár és Dombóvári járás területén. Elsősorban itt ugye árvíz, belvíz során keletkezett kárenyhítési munkálatok voltak a fő célja az Egyesületnek, illetve a prevenció, melyeket iskolákban tartottak gyermekek számára. A tagok mindegyike katasztrófavédelmi dolgozó, akiknek a vérükben van a segítő szándék, mondta Hosszú Sándor elnök. Így jött a gondolat arra is, hogy segítsük az utcán élőket. 2013-ban merült föl az Egyesület tagjaiban, hogy segítsünk, illetve pótoljuk ki az önkormányzat szociális feladatait, ugyanis abban az időben nagyon nagy volt az utcán tartózkodó hajléktalanok száma, akiket segítettünk bevonzani az akkor még működő éjszakai menedékhelyre. És ezzel egy hiánypótló feladatot próbáltunk kiüregelni, ami ugye annó nem volt kötelezően ellátandó feladata a városnak, ez most sem az. Valamennyivel kevesebben lettek az utcán, elmondható tapasztalataink alapján, hogy általánosságban 2-3 fő az, aki közterületen tölti az éjszakáit ezekben a téli időszakokban is. Mi elsősorban a szociális jelzőrendszer tagjaként delegálni tudjuk őt a nappali melegedőhelyre, valamint akut segítségként meleg teát, pokrócot, illetve hideg élelmiszert tudunk nyújtani a számára. A Dombóvárváros rendőrkapitányságával, valamint az Egyesített Szociális Intézménnyel napi szintű kapcsolatban állunk, feléjük jelezzük a közterületen tartózkodókat, illetve tőlük is kapunk jelzéseket. A téli krízis időszakban gyakorlatilag minden este szolgálatot teljesítenek az alapítvány tagjai. Esténként körbe látogatják azokat az embereket, akiknek egy forró tea, némi hideg élelem vagy takaró az életet jelentheti. A régióban Kaposváron, Pécsett és Szekszárdon működik hajléktalan szálló, így ezeknek az embereknek nincs esélyük arra, hogy éjszakára szállást kapjanak a szociális ellátórendszerben. Azt gondolom, az akut segítség nyújtása mi hatáskörünk, ezen fölül pedig nyilván a társadalomba történő visszaintegrálásuk az egy elég komplex feladat. Szakmai tapasztalatom sajnos ezt erősíti meg, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a keresztmetszetet, ahonnan ők kibillenthetőek, hogy a többségi társadalomba vissza tudjanak illeszkedni. Sajnos ez a motivációnak a legfőbb hiánya. Számunkra az az elsődleges, hogy senki ne fagyjon meg éjszaka közterületen. Most a vöröskód idejére az Egyesített Szociális Intézmény éjjel-nappal nyitva tartja a nappali melegedőjét, ahova ugye tudjuk delegálni ezeket a személyeket. A Viharmadarak Egyesület tagjai legutóbb a pandémia beköszöntekor a város fertőtlenítését vállalták, segítve ezzel a védekezést. Múltbeli mesterségek elevenednek meg az ódonfalak között az egykori iskolaépületben Várongon. Kovácsok, takácsok, föld- és szőlőművesek dolgoztak szorgalmasan a kistelepülésen a régi időkben. A Várongi Tájház terjedelmes helytörténeti gyűjteményt őriz, amely folyamatosan bővül tárgyi emlékekkel. Az 1930-as években épült fel az akkor iskolaként, napjainkban pedig tájházként funkcionáló épület Várongon. Az ódonfalak a településen lakó elődök minden napjáról mesélnek az ide látogatóknak. Szeretném bemutatni önöknek a Várongi Tájházat, ami hivatalosan még nem tájház, hanem egy helytörténeti gyűjtemény. Az mögöttem látható épület az 1930-as években épült, osztatlan iskolaként ide jártak a falubeli gyerekek 1-től 4-ig, illetve 5-től 8-ig iskolába. Az épületben több helyiséget alakítottak ki, itt például az egykori kovács műhely tárgyai kaptak helyet. Üllőt, kalapácsot, fogókat, patkót és fúrógépet például. Mögötte lévő részen vannak azok a tárgyak, amiket a kovácsok készítettek, tehát az iga, a járom, ugye ebbe fogták be a teheneket, az ökröket, és ezzel húzták a lovasszekeret, aztán a szekér tartozékait látni, van ott hátul egy kerék, egy kocsikerék, amit szintén ugye a kovácsok
tették rá az abroncsot, aztán mögötte van még levélborona, ami úgy működött, hogy befogták az állatot, tehát lovat, ökröt, tehenet, és aki hajtotta, az ráállt erre a boronára, és ezzel a súlyával nyomta le tulajdonképpen, és ezzel művelték, vagy munkálták el a földet. A kenderfeldolgozásnak is nagy hagyománya volt Várongon. Tillalóval törték össze a kenderszárát, majd gerebennel fésülték ki a növényt, amit aztán az asszonyok befontak, meséli Vince Márta. Egy másik helyiségben a szőlőművel is eszközei vannak kiállítva. Várongon papi birtok volt a szőlőtermelés, és nagyon komoly hagyományai voltak. A feljegyzések szerint, és ezt most hivatkoznék dr. Takács Lajosra, aki szintén megerősítette, hogy volt olyan időszak, amikor a várongi fehérbort, az úgynevezett misebort, ugye, mert a fehérbor a misebor, azt a befagyott Balaton jegén lovas kocsival vitték át Csopakra, mert ugye ott is fehérbor termő vidék van. Hát ez egy anekdota, de úgy tudjuk, hogy igaz volt. Tehát itt szőlőprést, szőlődarálót, permetezőt és a szőlőműveléshez szükséges eszközöket láthatjuk ebben a teremben. Emellett a mezőgazdasági termeléshez, méhészethez és a disznóvágáshoz szükséges eszközök is megtalálhatóak a gyűjteményben. Tovább haladva a konyhába érünk. A konyhai tárgyak azok a 30-as, 40-es, 60-as évekből valók, asztal, konyhaszekrény, különböző eszközök, a tányérok, vasaló is van például, tehát minden olyan tárgy, amit itt a falubeli emberektől kaptunk, hogy felszámoltak egy régi háztartást, vagy egy idős néni azt mondta, hogy nekem ez már nem kell, vigyétek és mutassátok be. Ezen a részen egykori szobabelsőket láthatunk, szekrénnyel, asztallal, ágyjal. Nagy divat volt egy időben, hogy az ágyakat ugye magasra fölvetik, díszpárnát tettek rá, és ugyanolyan terítő volt az ágy, vagy a szoba bármelyik pontján elhelyezett asztalon is. És itt most hadd mutassak be, amiről beszéltünk már, egy úgynevezett Berliner kendőt. Ez volt valamikor a nagykabát. Tulajdonképpen ez egy nagyon nagy méretű kendő, amit az asszonyok magukra tettek, voltak kisebbek a gyerekeknek, és nagyon hosszú ideig mindkét fél használta, és itt van a rokka, amiről már egyszer beszéltünk, hogy ezen fonták meg a fonalat. Tulajdonképpen a Berlinerhez gyapjút használtak, tehát a birkákat megnyírták, megfonták a gyapjú fonalat, és az itteni asszonyok megfestették diólevéllel, ha kellett, ha nem, akkor esetleg már később vásárolt, tehát bolti festékkel, megkötötték, meghorgolták, és ez volt télen a téli kabát. Szinte minden házban több generáció élt együtt. A település lakossága nagy részt katolikus volt. Várong ugyanis papi birtok volt, idézi fel Vince Márta. Az itt látható szekrényt pár évvel ezelőtt, amikor egy kicsit a Zsolt atya átrendezte a sekrestjét, akkor kaptuk meg tőle. Azt gondolom, hogy legalább 100 éves lehet, vagy a közeli éves ez a szekrény. Ugye a sekrestjében használták a miséhez szükséges kellékeket, miseruhákat őrizték benne. Mellette van egy úgynevezett kászli, ennek ez volt a hivatalos neve nálunk, ez egy konyhaszekrény tulajdonképpen, szintén a konyhában használták edényeket tárolásra. A kászli maga az már valószínűleg legalább egy ilyen 80 éves lehet, és látható rajta egy nagyon régi fényképezőgép, amivel lehet, hogy az itt elhelyezett fotókat is készítették anno, a falubeliek
őket ábrázoló képeket, ezt is szintén úgy gyűjtöttünk be. A helytörténeti gyűjtemény fokozatosan bővült tárgyi emlékekkel. Az önkormányzat szeretné bővíteni az épületet, ehhez pályázati forrást keresnek. Huszonötödik születésnapját ünnepelte az a baráti kör, mely Dombóvár és német testvérvárosa Kernen kapcsolatát ápolja. A civil szervezetnek köszönhetően kulturális, szociális és sportterületen épült ki jelentős kapcsolat. Az egyesület elnöke azt mondja, ma már egészen más viszonyok uralkodnak, mint a megalakuláskor, és ez rányomja bélyegét az együttműködésre. Ez az egyik legnagyobb rendezvényünk volt 2007-ben, Magyarország vendég Kernenben. Grünwald Párni, a Dombóvár Kernen baráti társaság elnöke mutatja azt a molinót, melynek párja a testvértelepülés tulajdonában van. A történet a kitelepítés előtt egy gyerekkori barátságból indult. Egy bölcsőbe ringatott barátságból indult Zárt István és Becht Henrik, a mecsek nyúlványai közt megbúvó gerényesen születtek, ott jártak együtt óvodába, iskolába, és a barátságuk nem szakadt szét. 1963-ban találkoztak először, ezen a találkozón én is részt vettem, akkor 7 éves kislányként. És ezt a kapcsolatot nem szakították meg. 1991-ben tudták létrehozni, hogy Dombováron testvérvárosi kapcsolatot aláírjanak. Akkor Günther Hausmann és dr. Fazekas István polgármesterek, illetve sok-sok más ember, Németországból 100 ember részvételével itt a Tinódi házban köttetett meg a kapcsolat. Az egyesület, mely a két város kapcsolatát kezeli és kíséri, 25 évvel ezelőtt jött létre. Az együttműködés az idők során szociális, kulturális és sportrendezvényekben öltött testet. Évente találkoztunk egészen 2019-ig. Azóta, vagy 2020-ig, mert azóta ez a kapcsolat a pandémia miatt nem áll, mert kezeljük ezt havonta, mi beszélünk telefonon, illetve e-mailezünk, dolgozunk rajt. A mi egyesületünk ezt nagyon jól kezeli, mi szociális részen támogatunk inkább embereket, gyerekeket. Támogatjuk a gerényesieket is, mert addig, amíg mi vagyunk, addig ezt a dolgot támogatjuk, ott is a gyerekeket. Mikulásházat hoztunk létre Dombováron. Gerényesen a Mikulás járt, most legutóbb a pandémia ideje alatt is. Húsvétvárokat, farsangi kerekasztalokat, karácsonyi ünnepségeket, kapostánc együttest kijuttattuk, a Dombovári Zenész Egyesületet. Az egy olyan körülbelül 5 napos rendezvény, amikor a zenekarod zenélhet, és a magyar kultúrát viheti. 2007-ben volt a Magyarország vendég Kernenben, ott nem csak a kaposkórus, nem csak a kapostánc együttes, hanem művészek, Ambrus Sándor, Katatics Zsuzsanna, a festőművészek Dombováról kiállítottak, az egyesületek az ő kulturális dolgaikat elvitték és mutatták be. Csodálatos ünnepség volt, mindenki bemutatta, amit tud. Nyilván ők is hoztak onnan kulturális kultúrkűtert, így hívjuk. Egy csodálatos 5 napos ünnepség volt. Mi az egyesület, 50 főből állunk már csak, és nagyon sokan meghaltak. Igazándiból a fiatalok most már eljutnak Németországba is, anélkül, hogy el kellene őket vinni, mert hát ez is ilyen is volt, hogy német tanulás miatt gyerekeket szállítottunk ki, családokhoz barátságokat kötöttek. Nem tudom, hol tart ez a barátság, mert elszélettek a fiatalok, nem tudjuk, hogy tartják a kapcsolatot. A következő generáció tagjai közül is sokan értik ennek a kapcsolatnak a lényegét, mondja Grünwald Páni. Igaz, az alapítás óta a viszonyok nagyon megváltoztak. Ma már ahhoz, hogy a gyerekek külföldre jussanak, nincs szükség arra, hogy egy sport vagy kulturális küldöttség része legyenek. Remélem, hogy lesz majd valaki, aki helyettesíti a mi kapcsolattartásunkat. A férjemmel mi együtt dolgozunk egy nagyon kemény csapatban. Szeretnénk, hogyha valaki tovább vinné. De itt a dombovári fiataloknak az érdeklődése, az szerintem csak munkakapcsolatban fogna, vagy jelenne meg igazán.
nem látom azt, hogy olyan mély barátságok kötöttek volna, mint amilyen a mi barátságunk a kerneniek felé. Szeretném megélni, hogy ez a kapcsolat eljusson a 35. évfordulójához, és nagyon remélem, hogy ebben a németeken kívül a helyi önkormányzat is partner lesz, mondja az egyesület elnöke. Jó volna a mostani 7.-8. osztályosoknak megmutatni, hogy néz ki Kernen, hogy a létrejövő kapcsolatok tovább éltessék a két város együttműködését. Mondta el gondolatait Grünwald Pálné. Szerelem lakat falat helyeztek el Attalában. Ezzel a házasság hete elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozott a település. Az ötletgazda az Együtt Attal a Jövőért Egyesület. A civil szervezet így szeretné felhívni a faluban élők figyelmét a házasság és a család fontosságára. Az elmúlt évben első ízben szerveztek programokat Attalában a házasság hete elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozva. A településen idén egy szerelem lakatfal várja azokat a párokat, akiket eltalált Ámornyila. Az ötletgazda az Együtt Attal a Jövőért Egyesület. Tehát a házasság hete, ugye ez egy Angliából indult mozgalom, aminek az a célja, hogy Valentin nap környékén egy hétig a házasságra ráirányítja a figyelmet, és arra gondoltunk, hogy az idén mi is csatlakoznánk ehhez a kezdeményezéshez, de mivel programot nem szervezhetünk, ezért elkezdtünk ötletelni, hogy hogyan lehetne mégis valahogyan jelképesen kifejezni a kezdeményezéshez való csatlakozásunkat, és így jött a Szerelem Lakatfalnak az ötlete. Ez már több településen megtalálható itt Magyarországon. Ennek az a lényege, hogy a szerelmes párok, jegyes párok, házas párok elhelyezhetik a nevükkel, monogramjukkal ellátott lakatot a falon, ezzel kifejezve az összetartozásukat, az egymás iránti elkötelezettségüket, szerelmüket. Azzal tulajdonképpen, hogy felrakják a lakatot és eldobják a kulcsot, azt fejezik ki, hogy az ő szövetségük az örökre szól, őket már senki és semmi nem választhatja el egymástól. A civil szervezet kezdeményezését a település önkormányzata is támogatta. A faluban egy kerítéselemet állítottak fel, amelyre a házas és jegyes párok, valamint a szerelmesek helyezhetik el lakatjaikat. A cél felhívni a figyelmet a házasság és a család jelentőségére. Szeretnénk ezzel igazából egy hagyományt is elindítani, és arra gondoltunk, hogy az önkormányzat és az egyesület közösen megajándékozná a jövőben itt házasságot kötő fiatal párokat, és ők is el tudják akkor helyezni a saját szerelmi lakatjukat itt a falon. Az Együtt Attal a Jövőért Egyesület tavaly májusban alakult meg 15 taggal. A civil szervezet azóta aktívan részt vesz a falu mindennapi életében. A járványhelyzet miatt programokat jelenleg nem tudnak szervezni, helyette a falu köztereit szépítik. Önök Kaposmenti magazinunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!